9 óra, ki az ágyból. Jó reggelt mindenkinek! Május 17-e van, KED, vendégünk Kiskató, halott látó. Hát ugye múlt héten volt egy beszélgetés, aminek az apropójából itt voltál velünk. Berki Krisztián lelke, vagy ő maga keresett meg téged. Mi történt az elmúlt egy hétben? Fölvette újra veled a kapcsolatot? Jó reggelt kívánok, sziasztok! Az én életem most, és most elég szomorú, hogy a Krisztián tragédiájából ugye ez van, de nem lehet eltitkolni, hogy igen, tehát kapcsolatban vagyok vele, tehát napi szinten, és vannak olyan lelkek, akik elkezdenek tanítani, tehát onnan fentről, mert ugye a halál után jön egy megvilágosodás, másképp látják a dolgokat, és elkezdenek olyan információkat átadni, ami fontos lehet nem csak az itt maradottaknak, hanem még akár nekem is, mert azt mondom, hogy mindenki felettünk áll annyiban, amennyit tanulunk tőle. Uh-huh. És ma is volt egy nagyon jó aranyköpés, amit meg is jegyzek magamnak. Elmondod nekünk? Ha jól emlékszem, úgy szólt, hogy mindenkinek lehet véleménye, de csak a tudatlan és műveletlen ember ítélkezik mások felett. Uh-huh. Tehát ez úgy most megütötte a fülemet, mert azért Krisztiánnal egyformán gondolkozunk bizonyos dolgokban. Ugye nyilván, amikor egy hozzátartozó felkeres téged, én gondolom talán a legfontosabb kérdés, hogy nyugalomra lelte ott, megnyugodott-e, elfogadta-e ezt az egészet. Krisztián esetében ez hogy van? Még nagyon rövid az idő, tehát még kár lenne azt kijelenteni, hogy megnyugodott, mert nem nyugodott meg, hiszen dühös, hiszen vissza szeretne jönni, nem így akarta. Mennyi az az idő, ami után azt lehet mondani, hogy az a lélek, aki eltávozott, ő nyugalomra talált? Mindenképpen szükséges ez a 42 nap, és akkor utána, hogyha ő ki tudta úgymond osztani az információkat, át tudta adni az információkat, akiknek szeretné, akkor utána nyugalomra tud lenni. Egy kicsit segítesz nekünk elképzelni, hogy mi az, amit te érzékelsz ezekből a lelkekből? Nyilván remek és rengeteg film foglalkozik ezzel a témával, hogy más nem említsek, Ghost, vagy mondjuk hatodik érzék. Hogy kell elképzelnünk azt, amikor egy halott látó lát, amikor kapcsolatba kerülsz a lelkekkel? Én azt mondom, hogy nagyon nagy valóság alapja van ezeknek a filmeknek. Tehát ezen a vonalon el lehet indulni, és elég szépen fel tudják borítani azoknak az életét, akik ezeket érzékelik, tehát beleszólnak az én életembe, vagy cinikus megjegyzéseket tesznek, vagy viccelődnek, vagy udvarolnak, vagy éppen figyelmeztetnek valamire. Tehát teljesen olyan, mintha te így itt lennél az én mindennapjaimban, jó barátok vagyunk, de hát ő ugye odaát van, láthatatlanul idézőjelesen. De te látod őket? Hasonló formában jelennek meg, mint embertársaink, mint az élők, vagy valami különbséget tudsz tenni, mert ugye a kisfiú a hatodik érzékben nem tudja, hogy ki az, aki, illetve ő maga tudja, de mi mint külső szem nem látjuk a különbséget. Annyi különbség van, hogy kicsit homályosabban látni őket. Szoktam viccelődni, hogy gondoljátok el, ha én diszkóba megyek, nekem milyen rossz a sötétben, ugye? Hát nehéz megkülönböztetni, hogy melyik élő, melyik hol, de viccet félretéve, tehát homályosabban lehet őket látni. Akkor mutatja meg magát úgy olyan formában, ahogy ő szeretné. Tehát vissza tudnak menni az időben, meg tudja mutatni azt, hogy mi volt évekkel ezelőtt, vagy megjelöl egy számot. Tehát gyerekkori énjük is meg tud jelenni? De te azonnal látod ezek szerint a megjelenés különbsége miatt, hogy... Tehát érzékelhető, hogy férfi vagy nő, érzékelhető az, hogy mi történt vele, mert azt azért sugallja. Olyan ez mit jelent, bocsánat, hogy mondjuk, hogyha erőszakos halált halt, akkor látható a sérülés? Igen. Uh-huh. Egy kicsit nézzünk bele, hogy mi történt a múlt héten, és aztán Hajdú Péter is csatlakozik hozzánk. Van egy üzenet, amit le kell írnom valakinek, de nem hozzátok tartozik, hanem ide az egészhez tartozik egy embernek. Akkor nem itt adásban szeretnéd, hanem majd, hogyha vége a beszélgetésnek? Mi a
leírhatom itt is. Jó. Nem fogjuk mutatni, hogyha ha és azt kéne, kérdez, hogy... azért azt mondta, hogy kinek kell átadni? Vagy ezt így közösen kell kinyitnunk és felolvasnunk? Nem. Tehát ez egy konkrét ember? Nem, ez konkrét személy, és hát Krisztiánnak köze volt hozzá ehhez az emberhez. Aha. Ó, értem. Ja. Jó. Nem kell itt most nagy dologra gondolni, egy bizonyos mondatot kell leírnom, és... Megteszed, hogy most leírod, anélkül, hogy a kamera mutatna? Köszönjük szépen. Rendben. Megmondod, kinek kell ezt odaadni? Jaj, de nem akartam. Jó. Hajdú Péternek kell odaadni. Hajdú Péternek kell odaadni. Tudjuk. Rendben van. Köszönjük, hogy itt voltál. És akkor hagyjam itt nektek? Igen. Szerintem ez oda zárd le, ez egyértelmű, hogy senki nem fog belenézni. Úgyhogy oda el fogjuk neki jutni. Most nem akartam itt így végignyalni, úgyhogy csak így. Jó, köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Köszönöm. Hajdú Péter is csatlakozott hozzánk, jó reggelt! Jó reggelt! Nézted az adást? Néztem, igen, láttam, és meg is kaptam a kezembe a borítékot, amit most kibonthatok? Bármi van benne, felolvasom. Ja. Ezt te döntésed, hiszen te kaptad az írást. Az nagyon köszönöm, hogy nem ítéltél el, és esélyt adtál nekem. Köszönöm a barátságodat. Ezt üzente Berki Krisztián. Győzzél meg. Tehát ez a Krisztián stílusában fogalmazott üzenet elég általános. Én Isten hívő vagyok, és igazából hasonló jellegű tapasztalatom egyszer volt egy olyan halott látóval, akit meghívtunk a Frisbee-ben, és egy háromlábú székkel írt, Bújk Antalnak hívják, és akkor Zámbó Krisztiánnak idézte meg az édesapját, Krisztiánot ledobta a láncot, mert hogy pont egy nyakláncról volt szó, amit kapott az édesapjától. Én kérdezhetek-e most valamit? Olyat, amit Krisztián tud, de te nem. Próbáljuk meg. Felírom ide, jó? Fel fog írni egy keresztnevet. És azt az egy keresztnevet szeretném hallani. Oké? Felírok egy keresztnevet, a kamerák látják. De bárjá, nem vagyok Uri Geller. Nem, hát Krisztiántól kérdezzük meg. Szóval, hogyha kérdezhetek. Kérdezhetsz? Hogy hívják azt az operatőrt, illetve mi a keresztneve annak az operatőrnek, akivel az Über király című műsorodat Cipruson forgattuk? Egy keresztnév. Ugyanez az operatőr készítette a kisfilmet a főpolgármester jelölti kampányához. Tehát egy keresztnév, a Krisztiánnak tudnia kell, ő mutatta be, ő ajánlotta. Mielőtt válaszolsz, itt van most velünk? Teljes mértékben érzékelhető, már reggel is érzékelhető volt, de nem tudom, hogy valószínűleg akkor nem láttátok, vagy nem olvastátok azt a cikket, interjút, amikor az emberek próbálják ugyanezt, amit most te, hogy akkor mondja el ezt, mondja el azt. És a lélek soha nem azt fogja mondani, amit te hallani akarsz konkrétan. Tehát itt most a nevekkel nem fogok totózni, tehát ha mondja, akkor mondom, ha nem mondja, akkor nem mondom. Tehát ő olyan információkat ad át valami mást, amit ti ketten tudtatok. Na akkor ezt például, de kérdeztetek mást, akkor kérdezek mást szíves. Mi az, amit kérdeztetek? Hát bármit kérdezhetek. Ez egyébként, tudod miért, Kató, ez azért fontos, mert azt gondolom, hogy mindannyiunknak tudnia kell, hogy létezik-e ilyen. Tehát ezzel a dologgal nem lehet viccelni, tehát hogyha neked ilyen képességed van, az a világon szerintem egyedülálló, és azt igen tudnia kell, és nagyon sok emberen fogsz tudni ezáltal segíteni, mert hogyha valaki tényleg rajtad keresztül tud kommunikálni az elvesztett szeretteivel, az Nobel-díj.
Viszont hogyha ez egy bizonytalan dolog, mert hol megjelenik, hol nem, most próbálok finoman fogalmazni, akkor ez nem akkora trúváj, mert sok olyan ember van, aki azt mondja, hogy hát igen, most ezt üzente, lehet, én ezt sem vonom kétségbe, lehet, hogy néha megjelenik, néha üzen, de üzen Frábattónak, üzen Bújka Antalnak, üzen neked. De én azt gondolom, hogyha egy exakt dologra válaszolsz, ilyet senki nem tud, mert soha senki eddig még tévében nem mutatta annak jelét, hogy egy exakt kérdése egy eltávozott, meghalt ember válaszoljon. Most te lehetsz az egyetlen. Mi az, amit kérdezhetek? Bármit kérdezhetsz. De mi az, mondtad, hogy akkor a nevet azt nem fogja tudni, de lehet, hogy azt is megmondja? Lehet, hogy azt is megmondja. És azt hogy tudjuk meg? Te kimondasz egy nevet, vagy... Ha mondja a fejembe, akkor... Ja, akkor mondasz egy nevet, oké. Vagy más kérdés legyen, mivel kapcsolatos lehet? De olyat is feltehetsz, amit csak te tudsz belül magadban. Nem mondod ki, és mondom rá, hogy igen, vagy nem a válasz. Tehát ugye ezt... Település név, azok szintén nem lehet. Hogy... Mi az, ami... Tehát azért segíts... Mert ki kell mondanom azt a kérdést, vagy kérdezek valamit, és arra igen vagy nemet kell válaszolni? Nyilván ez azért hangzik el Pétertől ez a rengeteg kérdés, mert az ember bizonyosságot szeretne azzal kapcsolatban, hogy amit tőled kapunk választ, azt nem te mondod, hanem valóban egy híd vagy valami két világ között. De én tovább megyek, azt tudom, hogy a rendőrséggel is dolgozol, és tök profi vagy. Tehát ugye én nem vonom kétségbe a tudásodat. Viszont az mindenképpen érdekel, hogy Krisztiánnal milyen szinten tudsz kapcsolatot teremteni. Tehát olyan szinten, hogy egy ilyen egzett választ ad, az azt gondolom, hogy elképesztő. Tehát ugye azt el szoktam mondani, hogy nem idézek meg soha senkit. Nem lehet erőltetni őket, hogyha ők akarnak beszélni, akkor ez teljesen jól működő dolog. Ugye én mindig szoktam időt hagyni rá, tehát hogy ugye ez az idő, ez a műsoridő nagyon rövid arra, hogy itt sok minden kiderüljön. Tehát hogyha négy szem közt beszélünk, és több időm van, akkor teljesen biztos, hogy olyan információkat tudok átadni. Nem akarok senkit meggyőzni, téged sem, de azt mondom, hogy bizonyosságot tudsz nyerni. Van esetleg olyan közös élmény, ami veled és Krisztiánnal történt meg, Péter, amit esetleg meg lehet kérdezni, tehát ha nem név, nem település, de valami olyan dolog, ami mind a kettőtöknek fontos volt, és ott voltatok egymás mellett, amit te akár itt nyilvánosan kimondasz, vagy elmondasz. Lehet, hogy egy ilyen kérdés, amiben te bizonyosságot találsz. Hol mondtál nekem, hogy elindul főpolgármesternek. Hogy ezt tudja leírjam? De én megmondom tök őszintén, hogyha megmondod, akkor én megadom magam. Tehát most helyszínre vagy kíváncsi, vagy de mi az, amit meg tudsz mondani? Én azt mondom, hogy ott valami kávézót látok, ahol, vagy ilyen vendéglátó helyet, ahol ezt közölte veled. Tehát nekem ez ugrik. De melyik városban? Azt mondja, hogy innen 20-25 kilométer. Hát a Mon Park az közelebb van. 20-25 kilométert jelöl meg. A Mon Parknál voltunk, amikor elmondta. Az közelebb van, mint 20-25 kilométer. Tehát Budapesten a 12. kerületben. Engem az a név nagyon érdekelne. Az nem fog menni? Hogy látod? Nekem egy nevet mondogat, de nem hiszem, hogy az van odaírva. Ki mondott ezt a nevet, amit mond? Értelmetlennek tűnik számomra, egy Muki nevet emleget, de nem tudom, hogy mi van a papírra írva, valószínű, hogy nem ez, de a Muki név valamiért fontos. Nem. Te tudsz válaszolni arra, hogy ez a Muki, ez ki lehet? Hát én fel fogom hívni Imrét, aki az operatőr volt, hogy az ő beceneve Muki-e, mert simán lehet, hogy Muki a beceneve. Én Imre azt írtam fel, tehát Imrének hívják. Azért nem mondom el a vezeték nevét, mert nem hatalmazott fel erre. Meg így jutott eszembe, hogy ezt kérdezzem meg, de megkérdezem, mert lehet, hogy a Krisztián vagy a feleség otthon Mukinak hívja.
Mukiról a miniszter félrelépült eszembe, amikor Kern András mondta a Dobó Katának, hogy szólíts Mukinak. Na, szóval nekem nagyon fontos lenne az, hogy meg nyilván léteznek ilyen dolgok, tehát hogy én eleve hívő vagyok, Isten hívő vagyok, tehát nem egy ilyen begyepesedett materialista, de azért fontos lenne tudni, hogy ez milyen szinten működik ez a dolog. Ez az üzenet, ez abszolút jó, meg szíven is ütött, mondhatta is, meg nem is, ezt nem tudjuk, nyilván mivel te állítod, ezért én elfogadom, hogy ő mondta, megállja a helyét, de nem egy olyan konkrét, amit csak mi ketten tudnánk. Semmiképpen nem szerettem volna ügyeit közölni, ezzel az volt a tervem, hogy neked privát. De ezt köszönöm szépen, meg tényleg meg is könnyeztem, mert jól esett, csak az a kérdés, hogy ilyenkor mit könnyez meg az ember, azt, amit el akar hinni, vagy magát a valóságot, hogy úristen, van valaki, aki tud kommunikálni a halottakkal. Mert ez akkor téged, nem tudom, Chilétől Ausztráliáig hívni fognak holnaptól mindenhova. Jelen pillanatban is van olyan üzenet a számodra, ami nem őtől le van, hanem mástól van, de azt mindenképpen négy szem közt kell veled közölnöm a színfalakon kívül. Mi a különbség ilyenkor a négy szem közt, vagy mondjuk egy stúdió körülmény között, amiért arra van szükséged, hogy egy kicsit zártabb legyen a azért, mert például, amit most kell majd közölnöm, az csak a Péterre tartozik, tehát nem a nyilvánosságra, ha ő akarja, akkor megosztja, ha nem akarja, nem osztja. Ez ugyanaz, mint hogy a Mazsival való beszélgetés sem tehetem közé, hiszen az az ő privát saját kis történetük, ha ő szeretné majd akkor napvilágra hozza, ha nem, akkor nem. Tehát én nem ilyen nagy szenzáció vagy hászást akarok ebből az egészből, hanem akinek szüksége van rám, dolga van velem, az így is úgy is megtanul. Ugye nyilván ez az üzenet, ahogy említetted is, nagyon szíven ütött. Nem igazán beszéltél nyilvánosan erről, hogy ti milyen kapcsolatban voltatok. Ugye láttunk veled egy interjút egy másik televízión, pont a halála napján Krisztiánnak, és hát azért az látszódott, hogy téged ez nagyon megviselt. Most milyen érzések kavarognak benned? De érdekes, Krisztiánt én szerettem, az utóbbi pár hónapban nem is beszéltünk egymással, illetve egyszer hívott fel, hogy készen áll, hogy folytassák a Van Életünk című műsort. De például a média karrierjét azt nekem köszönheti, tehát én voltam az, aki a TV2-n futó, akkoriban futó Frisbee című műsorban meghívtam, és akkor jött el a Fraditól, botrányai voltak, ismert barátnői, és volt egy ilyen negatív percepció mindenkiben vele kapcsolatban, és annyira érdekes, hogy az interjú alatt megkedveltem, és megfordult bennem, és utána már hagytam elmenekülni azokból a kérdésekből, amelyekre olyan választ adott, amiben bele tudtam volna kötni. És aztán jóban lettünk, voltunk külföldön, forgattuk neki az Über Király című műsort, annak én voltam a producere, ide a Live TV-re én hoztam, a Breakingbe én ajánlottam be, a Van Életünkbe én ajánlottam be, a TV2-n az Édes Élet című műsorba Kis Péternek. Tehát gyakorlatilag azt, hogy az ország megismerte Berki Krisztián celeb arcát, azt nekem köszönheti, és hát az összezárvában is annyira őszinte volt, és annyira látszódott, hogy egy dolog hiányzik, vagy egy dologra vágyik igazán, a szeretetre. Mert hogy ez hiányzott neki korábban az életéből, és hát azt mondta, hogy a Mazsitól meg a lányaitól megkapja. De Anita kérdésére mégsem válaszoltál, hogy benned milyen érzések kavarognak vele kapcsolatban. Hát nyilván rossz elveszíteni egy barátot, egy havert, de össze nem hasonlítható azzal, amit például Mazsi érez. Tehát az egy olyan fájdalmas gyász, ami nem is tudom, hogy tudja magát túltenni az ember. Nyilván én is meggyászoltam, megsirattam, sajnálom, maga volt az erő, az akarat, és 41 évesen meghalt. Ugye nagyon sokan, akik közel álltak hozzá, és ismerték Berki Krisztiánt, a magánembert, mindenki szinte ugyanezt mondta, amit te is, Demcsák Zsuzsi is itt ült a minap, és azt mondta, hogy olyan szeretetésség volt benne, ami tulajdonképpen átszűrte az ő mindennapjait, és ezt te is ugyanúgy érzékelted. Barátként tudtál ráhatni bizonyos helyzetekben?
Televízióval kapcsolatban igen, egyébként nem. De hogy milyen volt, azt gondolnád, hogy ő maga volt az önbizalom és pontszalok mindenre, miközben megcsináltunk egy felvételt, ötször hívott, hogy ez jó volt. Tehát, hogy megerősítést várt folyamatosan, és ez is pontosan azt mutatja. Hagyunk nektek akkor egy kis privát időt. Muszáj, hogy elköszönjünk. Neked elmondani, hogy egy mondat, hogy azt tudnod kell, hogy a világon az egyedüli ember vagy, akit ő valóban tisztel, mert hogy ő soha senkit. Most a magánélet az más neki, de az egyetlen ember vagy, akit ő mélységesen tisztel. Hát, ha így van, akkor nagyon megtisztelő. És köszönöm. Köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen.